Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Péntek délután. És igaz, hogy azt mondtam, hogy bemutatom az aprítást is, de higgyetek el, lesz még rá lehetőség. Vannak még fáim. Úgyhogy egyelőre az aprítást azt én megoldottam gyorsan, hamar, mert ha gondoltam, ne kell kéne a videó elmagyarázni, kicsit mire fogok elvégezni, így is már, Isten tudja, 5 óra, fél, 6, nem tudom mennyi, de hál' Isten, látjátok, hogy gyönyörű szép idő van, még világos van már, vagy még. Úgyhogy végeztem azzal a két kupaccal, amit ugye láthattátok, mikor megmetszettem ezt a pár almafát, ami, ezt még nem, bocs, majdnem azt mondtam, ami vele elmentem, de azt még nem metszettem meg, és ugye a lombnak, az ágaknak már hűlt helye, nem is azt mondom, hogy hűlt helye, mert itt van egy kupac, meg ott arrébb még egy kupac. Jó? És akkor, hát röviden pár szót ejtek erről a kis hektről. Azt ne várjátok tőlem, hogy itt mindenféle szakmai, meg mindenféle paraméterét el tudom mondani ennek a gépnek, mert abszolút nem. Nem vagyok én el fölkészülve, nem is az én dolgom. Nem is az én dolgom az ilyeneket elmondani, hanem mondja el esetleg olyasmi, olyas valaki, aki esetleg ezeket forgalmazza, árulja. Én esetleg csak felhasználó vagyok, esetleg el tudom mondani a tapasztalatokat. Jó? És láthatja, hogy itt van egyik kupac, ott a másik kupac, még oda mehet a gépezet is, ugye ezt most végeztem. Hát megtaléfált a gépezet egy picikét. Nekiállt egy az bum, belefulladt az ágba. Na, mondom, szia, dolgozás, Campes Dolores. De hál' Isten, megint csak a benzin fogyott el, ugye nem néztem meg, mennyi a benzin bent. Lötyögött, aztán jóval úgy voltam vele, hogy ugye nem is tudom, mikor aprítottam vele utoljára, aztán adott a bemúlt a benzin. Hallom, lötyög benne a benzin, oké, de úgy néztem, hogy mintha följebb lenne kicsit a szűrője, tehát nem teljesen a tank aljából szipolyozza ki a benzin, hanem maradt benne egy jó, hát egy únyi vastag benzin szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy én néztem rosszul, vagy most Ferdén áll a gép, nem tudom, lehet, hogy kicsit lehet látni, kicsit Ferdén állsz, azért, na mindegy. Most már nem tudom megmutatni, mert ugye sajnos, úgymond nem sajnos, hát muszáj, hogy fönterem, mert hát másért nem tudtam volna vele darálni. Hát magát az aprítást mondtam, nem vettem föl, de higgyétek el, még lesz. Van itt ág, van ott ág, van arra mindenfel ág, még lesz aprítás is, ha érdekelt valakit. Meg ha nem, akkor is föl fogom tölteni. Úgyhogy, hát ugye az aprítékról csak annyit tudok elmondani, mint ezért már mutattam, hogy látjátok, az apró, vékonyabb ágakat sokszor csak átszalad rajta, megsérti, megkapja, ugye nem mindig darálja el, de különösebben nem érdekes, mert ugye ezek elég gyorsan lerohadnak, ez nem probléma. Ugye a vastagjából meg viszont egy ilyen lehet látni, hogy ekkora forgácsokat hoz ki, vagy hát pont szerintem ez első osztályú kompozva, úgyhogy ekkora darálékot kaszni. Én mindenféleképp ilyen gépet akartam, tehát nem aprítót, vagy nem tudom, hogyan mondják, ágdaráló, meg az ágaprító. Na mindegy, hagyjuk, mert van, amelyik csak ilyen 5-10 centis hozba darabolja el az ágakat. Az nekem nem kell, mert van, aki azt tűzre használja, nekem meg az túl nagy. Ez viszont tökéletes. Ja, közben asszonypajtás is lement. Ja, vitt ide egy kis taligával, már lehintette ezt a részt, hogy azt mondja, ne legyen olyan sár, de hát mondjuk most, ha nem lesz eső, akkor nem probléma. Ezeket a több gurigákat kell vinnem innen. Így lehintette a lépcsőt, látjátok, ezzel az aprítékkal, úgyhogy ide fel is használt egy ilyen taligával. Azzal a zöld, amit látjátok, az műanyag kis hülyeséggel. Apropó, a lent megmozgatta a ugye mi a fenét, komposztot, amit alulra beraktunk az ágylásba, vagy a lent a járatba, olyan rendesen szinte gőzölgött, meleg volt, mint az át, úgyhogy beindult a komposzt, úgyhogy 14 vagy 15 fokot mondott, pedig látjátok, ma nap se süt rá semmi, de szépen 14 fokot tartja, vagy Isten tudja még mennyit. Na, nem az a lényeg most, vagy valamikor azzal is foglalkozunk, most nem azzal készül ez a videó, hanem magáról a kis hektről. Igen. Ugye ez a Hekt 6208-as gépezet, hát itt ugye ott, aki esetleg ott van az adattáblát, nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire eső, de hát mégis rá is lehet keresni, akit érdekel ez a gépezet, vagy ugye volt egy kettő hozzászólásom, hogy hasonló gépet ezt akarnak venni, aztán mi a véleményem róla, hogy mondjam el. Ugye írtam nekik, hogy majd lesz róla egy videó, aztán nem akartam ott annyit körmölni, úgyhogy inkább elmondom szóba, jó? Amit én úgy tapasztaltam. Na hát ugye az első
Az első dolog az, hogy nekem megtetszett ez a kis masina. Azért is tetszett meg ez a kis gépezet, mert hát ár. Nekem az ára jó volt, már úgy, hogy a többi komolyabb géphez képest, ugye ez még aránylag úgymond, nem azt mondom, hogy csikzsebből kidobtam, de megfizethető volt. Hát most olyan, amilyen, ugye mindenki, van, aki szídja a hektet, van, aki nem, mármint ugye magát a motort részét, hogy ugye azért ez tudva lévő dolog, meg hát a felépítményét is, de nekem, én azt mondom nektek, hogy így ilyen kisebb, ekkora kis kert látjátok, most ennyi fa, ennyi kert, tehát most nem azt mondom, hogy nagy erdők lombjainak leaprítására jó, mert arra biztos, hogy nem, de ilyen most ilyen nyesedékekre minden, amiket én is használok, ugye, hát ja, leaprította, nem tudom, hát ugye kb. Újnyi vastag, ez még nálam aprítékre való, ugye kb. Én csak úgy szoktam mondani, e fölötti vastagság, ez már megy a kemencébe, tűzre, ide-oda, tehát én akkor már nem tudom elvinni elvileg, elvinni, ide is van írva, hogy hát nem tudom, hogy mekkora max, mit tudom én, mi van ideírva, hát ja, valamit, ugye én gondolom ide kellene nulla, max plusz-minusz, nem tudom, hogy mi a franc, mekkora vastagság, még mekkorát ír neki, nem tudom, fogalmam sincs. Én még a késeit abszolút nem köszörültem, úgy, ahogy megvettem, amit a használom azóta, úgy vannak a kések, még sincs pucol, látjátok a tengely, semmi. Annyi, hogy ugye, most nem is tudom, egy üzemóra, vagy, hát elmondtam a videóban, hogyha valaki akar, esetleg komolyabban, nem az, hogy komolyabban, de ott elmondtam, hogy mikor kell, azt hiszem egy óra, üzemóra után az első olajat, amit beletöltesz, mert ugye olaj nélkül szállítják a gépezetet, ugye azután le kell cserélni, és érdemes lecserélni, belenteni másikat, ez kb. 5 üzemórát fog majd megint menni, hát most már benn van szerintem, vagy pedig úgy hasonlóra ütök, aztán fogom és lecserélem. De az a lényeg, hogy figyelni kell, azért be kell tartani valamilyen szinten, mert látható itt is azért már kezd az olaj kicsapódni, hogy honnét jön, azt nem tudom, majd meg kell néznem, hogy hol tolja ki esetleg, vagy hol, nem fogalmam sincs, mindegy, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyenekre le kell figyelni továbbiakban, ugye aki ugye régóta úgymond követ, az láthatta, hogy ezt a gépet, hogy a zsírújannan vettem, raklaposan, dobó be volt, fadobozba rakva, és ugye én raktam össze, én üzemeltem be, meg mindent én csináltam vele. Tehát ez azt jelenti, ugye mint rám írtak, hogy ezzel mihez is felnyitottam a ládát, azzal el is veszítettem a garanciát erre a gépre, mert ugye nincs beüzemelve. Ugye aki garanciát akar erre egy ilyen masinára, arra az télszerű úgy megvenni, hogy esetleg egy valami szakszervíz, vagy Isten tudja, mi megrendeli, vagy oda megrendeli, és akkor ott összerakják neki, beüzemelik neki, és úgy adják át, hogy akkor garanciával felöntik olaja, minden tüttő-rüttő beüzemelik, aztán akkor kap rá nem tudom mennyi garanciát, úgy. Így, ahogy én most csináltam, hogyha visszanézzetek a videóban, mert valahol ott van, ahogy én szétszedtem, összeraktam minden azzal, ez egy-ez egybe garancia, az már nuku erre a gépre, tehát semmi. Arra, aki esetleg tényleg garanciát, én ma is mondtam akkor a videóban, engem nem érdekel, hogy ha nagyon sem bedöglik, vagy valamit csinál, nem megpróbál megcsinálni én, saját magam. Ha meg tudom, persze. Na, mit mondjak erről a gépről? Annyit ugye egyik ismerősöm mondta, és ő tanácsolta, neki is van egy ilyen gépe, hogy ugye a csapágyakat, láthattátok, hogy ki is vettem ezt a zsírzó gombokat, teljes mértékben üresek voltak szárazak voltak a csapányok, nem voltak bezsírozva, hát valami lehet, hogy volt a csapányon, de ez a lyukit meg minden tiszta száraz volt, tehát én nyomtam bele utólag zsírt. Na ezt egyik ismerősöm tanácsolta, nehet ugye nagyon szépen köszönök neki így utólag is még egyszer, úgyhogy erre esetleg oda kell figyelni, hogyha valaki ilyen masinát vesz, akkor két zsírzógombra toljunk bele zsírt. Itt a másik valahol, betemettem már. Ugye én húztam rá ilyen kis süvegeket, mert nem volt rajt, hát a másik az elveszett, de ezen még rajt van látható, az a kis benzincsőből csináltam ilyen kis hülyeséget. Aztán az még rajt figyel. Tovább jön az X-Sion. Hát, most feszítettem, megnéztem, hogy feszesek-e, aztán kész. Konkrétan az nem tudom, hogy mi. Amúgy, hál' Isten, ja, még az ismerősöm ugyancsak tanácsolta, hogy a benzincsapot, az alsó, azt ne zárjam el. Én sose zárom a benzincsapot, így van nyitva.
Tehát mindig nyitva hagyom, úgy rakom el félre, télire, bármikor, én soha nem zárom el, ugye kikopik, és előbb-utóbb csöpögni fog a benzin belőle. Úgyhogy én a benzincsapra sose zárom a benzincsapot, aztán kész. Amúgy hál' Isten, eddig még le is kopogom itt az oldalán. Úgy nagyon cserben nem hagyott, annyi volt a gondom vele, hogy kijött a benzin. Ja, meg azt írtam, hogy menet közben hát kilazulnak dolgok, látjátok, most is ez a kar lötyög össze-vissza. Nem tudtam, miért zörög annyira. Hát ezek a csavarok ugye meglazultak menet közben. Ezek az rögzítő csavarok, látjátok, simán lehet őket kézzel újra tekergetni. Úgyhogy, ja, mindig nem azt mutatom mi. Tehát ez. Hát ilyen dolgok előfordulnak, meg is húzom őket. Így. Ja, továbbiakban ugye ezen a hajtó, ezen a kis keréken volt egy kis kar. Ide kinyúlott. Az is lerázkódott róla, az valahol elraktam, de hogy hova, azt nem tudom. De, csak azért, hogy még egyszer leessen, hogy kirázkódjon. Hát ugye célszerű esetleg átnézni használt után, hogy mit tudom, nem elazult meg valami, vagy valami, nem elveszett el róla valami, egy ilyesmi. Előfordul sajnos. Ugye ezeket a dolgokat vagy nem húzzák meg, vagy a rázkódástól, vagy Isten tudja micsoda, hát kilazulnak aztán. Hajlamosak elveszni, vagy leesni, meglazulni. De amúgy én azt mondom nektek, hogy könnyen szállítható, egykézzel simán lehet húzni, és nem tudom hány kiló, hogy összességében maga a gépezet, de én természetesen meg vagyok vele elégedve, mit is mondhatnék egy olyan gépről, ami az enyém. Nem mondhatom azt, hogy nem vagyok vele megelégedve, úgyhogy... De hogy most csak azért, mert én tanácsolom. Azért szerintem azért olvassatok utána, akik esetleg ilyenbe gondolkodik, meg mi egymás, hogy hát ilyen egyéb adatokat, esetleg videókat, több videót megnézni, nem tudom, hogy magyar videók vannak-e róla, nem néztem. Ennyit magyaráznak el róla. Lehet, hogy tüzetesebben elmagyaráznak róla mindent, én nem tudom. Én, hogy őszinte legyek, nem sok videót néztem róla, amikor megvettem. Egy-kettő, de akkor az is külföldi volt, nem volt magyar videó, vagy nem. A ismerősöm, ő azt hiszem küldött róla videót. Küldött róla a videót, megmutatta is, azt hiszem tolomérővel mérte meg, hogy ilyen vastagállapot aprít vele. Hát én nem akarom kínozni, épp azért is ezt is el szeretném mondani, hogy ez használfüggő is ez a gépezet. Ki, mire, hogyan, mennyit használja. Én marasszonynak vagy társnak azok is műanyag taligája. Hát nem tudom, és kb. Egy ennyi, és az per kb. Ilyen kupacca fér bele. Csak úgy mondok valamit, nem biztos. Hát kb. Egy talicskára való. És akkor az, ha megtellik, akkor ugye elhúzom a helyszínre, vagy a komposztra, a hátra, vagy valahova, ahova éppen kell, akkor kicsit így hagyom pihenni a gépet. Aztán meg az a másik dolog, hogy ha viszont így van a gép, bármilyen melegen, hogy leállítod, és hiába dolgoztál velem mondjuk egy órát, fél órát, inkább fél órát mondok, mert egy órát azért az elég húzamosabb, akkor is szivatót rá kell húzni. Tehát szivató nélkül nem indul. Érdekes módon, hiába meleg a gép, szinte lehet látni, vibrál a kipfogó körül a levegő, akkor is egy kis fél. Én úgy szoktam indítani, hogy ugye ez a teljesen le van húzva, egy ennyit húztam, ennyit szokok ráhúzni, kb. Egy centit mozítok a gázkarom, és akkor a szivatód, az a felső kis kariszitta, az embléma, lehet látni. Azt ugye ráhúzod, és akkor épp, hogy elindul, el kell nyöszörögni, mert ugye túl van szivatva, akkor gyors visszalököd, gáz ráhúzod, aztán akkor megy. Beállítás meg ugye egyszer itt a kapcsolója, meg a vészkapcsoló, ezt meg lábbal lehet lökni. Esetleg, ha véletlenül volt már rá példa, hogy darátom, azt ráesett egy ágvég, vagy ágdarab, hogy rácsapódott, azt ráállított a gépet, na akkor is meglepődtem, hogy na most mi van. Azt rájöttem, hát a vészkapcsolóra pont a vége ráesett, azt leállította a gépet. Hát de figyeljetek, most én, most meg nem mondom azt, hogy 1-3 óra van ebbe a gépbe, kb. Munkaóra, kb. Hát most azért mondom, én ugye nagyon sok mindent nem tudok erről elmondani, így, amit én így észrevettem. Ja, meg azt még el akarom mondani, hogy nyers fát, az valahol van is videó, lombos fát, azt nem nagyon szereti, mert annyira le van szükítve itt a torok, ugye? Itt hiába, hogy bele látjátok, hogy menjen jó nagy darabokat, vagy mit a jó össze lehet fogni, micsodába, és nagy rőzsét, marokra azt betömni, hiába, ha ott annyira le van szükítve.
és ezek a nagy levelek, meg a zöld levél, meg minden be akar, betömörődik, aztán vége megáll, le kell szedni róla. Sajnos arra vigyázni kell. Ilyenkor ez a tavaszi időszak, ez a tavaszi nyesedék, ugye ezeken nincs semmi. Mi a fene? Lomb. Ez a legtökéletesebb neki, erre van kitalálva. Szerintem, erre van kitalálva. Meg mit akarok mondani, valamit is meg akartam mondani, csak most meg elfelejtettem. Ja, tehát erre van kitalálva, zöld levény. Ja, száraz, viszont száraz ágat, azt nem mondta tanácsos belerakni. Én azt mondom nektek, hogy az át, szerintem a késeket is elég jó, szerintem igénybe veszi meg amúgy is, meg szerintem az nehezebben lehet, ugye nyersfát sokkal könnyebben eldarálja. Az alap dolog ugye, nyersfát könnyebben lehet például gyalulni is, meg bármit csinálni, mint egy szárazat, mivel teljesen ki van száradva. Szerintem legalábbis. Na, hát ugye ugyanaz, mint a láncfűrésznél is, ugye a nyers akácot könnyebben el tudod fűrészelni, mint már olyan, mint az üveg. Tehát meg van száradva pajtával, itt ott száradt Isten tudja hány évig, na az olyan, mint az üveg, szikrázik benne a fűrész szinte, és a lánc. Na, hát együtt akartam róla elmondani, nem, nagyon sokat, nem, én személy szerint meg vagyok vele elégedve. De azért, ha tényleg ilyenbe gondolkodtok, azért egy-két videóst esetleg még kérdezzetek meg, akinél látjátok, nem is tudom, én nem kerestem mostanában rá, hogy őszinte legyek, hogy van-e még ilyen valaki, aki felrakott, de biztos, hogy van 100%, hogy van magyar anyanyelv, úgymond. Kérdezzetek rá esetleg rá is, mit mond el, és akkor több vélemény, ugye több szem, tömbet lát alapon tudtok dönteni, hogy érdemes megvenni egy ilyen gépezetet, vagy nem. Én mondom, személy szerint én meg vagyok vele elégedve. Ahogy madárcsicsergős esti órákban, akkor itt el is búcsúzom jól, aztán irányben jó kis fürdés, már jó lesz, aztán gyors megszerkeztem ezt a videót, úgyhogy a mai nap folyamán, azaz pénteken megpróbálom még feltölteni nektek, jó? És akkor ennyivel tartoztam a kérdésekre, a két emberkének, nem tudom hányan kérdezték, ennyivel tartoztam nekik, úgyhogy itt akkor remélem, hogy valamilyen szinten nem az, hogy se le, nem tudtam őket beszélni, de tényleg, ha úgy gondoljátok, hogy ilyenre adjátok a fejeteket, azért tényleg kérdezzetek meg mást is, az a tuti. De ez az én véleményem, amit én most itt elmondtam nektek, röviden, tömören, de esetleg még a régebbi, van fel a régebbi videóim is, az elejétől kezdve, amikor megjött a dobozában, még bellapul, ahogyan fölfeszítem, tehát ez egész folyamat fönt van. Meg tudjátok nézni, hogy kapjátok meg esetleg, ha ti is úgy gondoljátok, hogy garanciát, azt nem akartok rá, ti akartjátok összerakni, meg mi egymás, beüzemelni, meg minden, akkor hajrá, az már csak rajtatok múlik, jó? Na, mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok!